A nyújtás fontosságára fogunk beszélgetni, méghozzá táncos Lina személyi edzővel. Nem tudom, te szoktál nyújtani, vagy te alapból laza vagy? Mert én azt mondom, laza természetű vagyok, de teljesen merev fizikálisan. Nem, én nem szoktam nyújtani, én ezt mindig lesporolom. Nagyon hát sokan így vannak vele, sajnos. A nyújtás ugyanolyan fontos, mint az izmok erősítése. Igen, csak tudod, remélsz az edzőterembe, vagy örülsz, hogy kész vagy. Igen, kerékpározás előtt, hogy menjek le, belegítsek be, nyújtsak kettőt. Nincs nagyon fontos. Pont, hogy a sérülések elkerülése véget, szebbek lesznek az izomformák, tehát amiatt is ezzel tudom motiválni a csajokat egy kicsit. Én ezt úgy érzem, hogyha mondjuk személyedzőhöz járnék, teljesen oda járok, hogy én azt mondanám, hogy mondjuk az egy órámból inkább elveszi az időt, és azt mondja, hogy nyújtsunk le, melegítsünk be, olyan fölösleges időpazarlást. Ezért edzünk másfél órát. Tehát másfél óra ugye egy edzés, mint úgy mondom a vendégeim. Nézem, eddig csak egy óráért kellett fizetnem, most már másfél órárért kell fizetnem. Hát ez ilyen, igen, másfél óra, bemelegítéssel, a bemelegítésben. De miért jó a nyújtás? Terhetőbbek vagyunk, szebbek lesznek az izomformák. Ugye mondtad, így van, szebbek lesznek az izomformák, a sérülések miatt nagyon-nagyon fontos. Nyújt edzés utáni nyújtás a regenerációban nagyon-nagyon fontos, hogy ne hanyagoljuk el, illetve adott sportokban sokkal sikeresebbek leszünk, hogyha hajlékonyabbak vagyunk. Én nagyon kíváncsi, hogy mennyire vagy hajlékony, hogy tudnám mutatni nekünk egy gyakorlatot. Én most statikus nyújtásokat fogok nektek mutatni, amiben ugye az a lényeg, hogy nem 2-3 másodpercig megtartani, hanem 15-20 másodpercig, de muszáj megtartani, mivel úgy adott láb nyújtó gyakorlatokkal kezdünk. Például ez egy vádli nyújtó gyakorlat. Nem érezzük arra, is, hogy hátul egyenes háttal megérintem a cipőmórát, és addig húzom, nyilván fájdalom küszöbik, tehát hogy nem azt mondom, hogy mi kellemesen érezzük. Mondjuk meg, hogy éppen melyik izomcsoportok vádli nyúlnak. Csak a vádli, a hajlító, az illetve, meg sem mozdul. Nyilván a hátsó comb, így van a hajlító része is. Boksi, de ha már a combról, majd oda is eljutunk, a combát tartunk, akkor megkapaszkodok valamiben, ami éppen közel áll hozzánk. Nem, és Krisztián, már mielőtt megkérdeznéd, mellett nem nyújtunk. De szoktunk már izmot nyújtani. Hát hogy ne, te nem szoktál? Ez is után? Jó, de nekem feszíteni kell, mert én ezt nem, tehát, ami itt van, az nem a szélhort össze, és nem is egy plasztikai sebész. Ha már itt tartunk, akkor farizom nyújtása. Jól meghúzzuk a mellkasunkat, nyilván ezeket lehet fekve is végezni, de... Én nem tudom, szerintem a nézők velem, tehát nekem fognak igazat adni. Mondjuk én felborulok két másodperc után. Meg tudsz is, vagy neki dőlsz valaminek a hátaddal, és akkor fontos, hogy nyugodtan stabilizálni, tehát elkezdhetnéd. Mert te nagyon stabil vagy, de akkor úgy néz ki, hogy mozgásformákban nem mindig. Hát ilyenbe fel. Mit szoktál sportolni? Amikor mihez kedvem van, futok, kis edzés, konditerem, én rapszódikusan, nem úgy, mint te. Hasizom nyújtására, és mutatok nektek egy gyakorlatot. Ez van a végre, hogy egy rendes gyakorlat. Fekvőtámaszba lefeküdnénk, és tolom fel a mellkasomat, de arra figyelhetünk, hogy próbáljuk lentartani a csípőnket, jó? Tehát, hogyha nyilván nagyon felemelkedik, akkor picit behajlítom. A légzés az ilyenkor hogy néz ki? Így van. Beszívom a levegőt, és lassan kifújom, amikor a nyújtás történik, és megtart egy picit. Hát ezt én konkrétan inzultálásnak veszem ezt a gyakorlatot. Egy következő gyakorlat. Hátizom nyújtása, vagy megkapaszkodunk valamibe, és domborító, nyilván stabil benned valamibe, és domborítjuk a hátunkat, ilyen cica hátat, vagy pedig kulcsoljuk a térdünk mögött, és úgy domborítunk fel, megnyújtjuk a széles hátizmok lapockát, érezzük, hogy szépen távolodik egymástól. És akkor én azt látom az edzőterem, hogy egyesek mondjuk a kis súlyukat nyújtják, vagy a nyakukat, az is mondjuk nagyon fontos, tehát akár az ízületek szempontjából. Nél, ugye ez szokott lenni az, hogy gimnasztika, és akkor jön elő a dinamikus nyújtás, ami szintén nagyon fontos. Ezek a statikus nyújtó gyakorlatok mindenképpen edzés után végezzük, tehát hideg izomzatot soha nem nyújtunk így 15-20 másodpercig erőteljesen. Tehát ezt mindig edzés után végezzük. A dinamikus nyújtás mondjuk láblendítés, vagy karlendítések, törzs döntés, törzs hajlítás, ami ugye nyilván dinamikusabb, azt mindig edzés előtt a bemelegítéssel. Ez nem nagyon tudom, fontos. Én már most bemelegítve érzem magam, de hogy valami nagyon speciális nyújtást nem tudnál mutatni nekünk, ami mondjuk egy nagyon-nagyon extra, amit hát mondjuk kevesen tudnak elvégezni a tanítványaid közül. Olyat nem hoztam nektek, nyilván azt a réteget célozzuk meg, aki most otthon ül a tévé az a fajta nyújtás, hogy nem tudom, az egyik lábadon letérdelsz, a másikon húzod vissza, a földön valamilyen nyújtásforma. Persze, földön szoktunk nyújtani, bármiféle.
Folyton a földre akarod küldni. Igen, mert szerintem edzés után nagyon kényelmes ilyen nekünk nyújtó gyakorlatok, ennél is lehet, hogyha nem tudunk megtámaszkodni, ugye mondtam, a farizmot szépen meg tudjuk volt nyújtani, idő, amikor és nyújtott lábbal lehet a combhajlító. A somra most már nem tudom, körülbelül derékszögben van. Vagy igen, pedig a külső. Ez nagy, na hát és hallottuk is egyébként, igen, roppant egyet. Elindult ott hátul egy-két csigolya. Másik ezzel oldal. Nincsen gond. Így van, és ugyanígy ezt látom, a másik oldalra is elvégezzük. Volt nehéz ezeket megcsinálni. És igen, most is roppantam egyet. De milyen jól esett. Tehát, hogy, és ez nyilván edzés után is nagyon-nagyon jól tud esni, és sokkal könnyedebben tudjuk majd utána végezni a további edzéseket, hiszen a mozgás tartományunkat nagyon szépen tudja növelni, ezáltal szabályosan végezzük a gyakorlatokat. Láncos Léa, nagyon szépen köszönjük, most pedig Josi baráttal folytatjuk, bár Josi Ildi lesz a vendége.